Müller Cecília, Központi Statisztikai Hivatal adatait ismertetve közölte, míg a járvány kezdetén, illetve a védőoltások alkalmazása előtt csak a lakosság 15%-a szerette volna beoltatni magát, most már majdnem 50% az arányuk. Eddig 289.042 ember kapta már meg az első védőoltást valamelyik vakcinából, és 107.592-nek a második dózist is beadták már. Ők a második oltást követő 1-7-10 nap múlva már védettnek tekinthetők. Az ő számukat igyekszünk növelni minden lehetséges módon, hiszen abban reménykedünk, hogy ez egy olyan védelmet biztosít számukra, ami a szövődményes, illetve a halálos kimenetelű betegségektől védi őket, és véd minnyájunkat, akik oltakozunk. A tiszti főorvos a szombaton érkezett oxfordi AstraZeneca vakcináról elmondta, kezelhetősége a Pfizer vakcinánál egyszerűbb, az oltóanyagoknál megszokott hőmérséklete 2 és 8 fok között tárolható. Egy picit szélesebb az a range is, amit engedélyez az oltóanyag gyártója, hogy az első és a második beadás, oltóanyag beadás között milyen időintervallum teljen el. Ezt a gyártó 4-től 12 hetes intervallumban állapította meg. Az oltási munkacsoport úgy döntött, hogy természetesen alkalmazkodva a többi védőoltásnak a dinamikájához is, és ahhoz, hogy minél előbb a teljes védettség kialakuljon, 4 hétben határozta meg Magyarországon az AstraZeneca-nál a második oltás beadásának az időpontját. Az AstraZeneca-val a 18 és 60 év közötti krónikus betegeket fogjuk oltani. Ennek oka, hogy a klinikai hármas vizsgálatban az idősebbek körében a vakcina használatáról egyelőre nincsen elegendő információ. A szakember elmondta, alapesetben az AstraZeneca védőoltással is korban visszafelé haladva kezdik meg az oltást, de nem kizárólag az életkor számít majd az oltási sorrendben, hiszen sok fiatal él súlyos, krónikus betegséggel. A másik vakcina, amiről mostanában több szó esik, az orosz Sputnik V vakcina, amely szintén egy vektorvakcina, mint tudjuk, tehát két oltásból áll szintén. Megvizsgáltuk azt a tételt, amely először beérkezett az országba, és örömmel tájékoztathatom önöket arról, hogy valamennyi paraméter vonatkozásában megfelelőnek találtuk. Ez is egy többlet biztonsági elem, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központban vizsgálunk, hiszen bizonyos elfogadott standard paraméterek mellett még egy megerősítése annak, hogy ez a vakcina hatásos és biztonságos. Müller Cecília hangsúlyozta, a magyar lakosság 3%-a oltottnak számít, az uniós átlag 2,7%. Magyarország igyekszik megtartani az unión belüli kedvező átoltottsági helyét, de ez alapvetően a beérkező vakcinák mennyiségétől függ.